Kedves nézőink, Shifter Party zajlott szombaton városunkban, a rendezvényre mi is ellátogattunk, kérem tartsanak velünk. Nem olyan régiben a stúdióban beszélgettünk a Shifter Partyról, de azok kedvéért, akik akkor nem látták, röviden, miről is szól ez a Shifter Party? Ez egy újszerű kezdeményezés, mondom ezt annak ellenére, hogy 5 éve rendezgetjük már meg. Német, illetve osztrák szerkesztési módszerekkel próbáljuk megismertetni a hazai oktatásban résztvevőket, illetve a szakmunkásokat, ácsokat, ácsmestereket. És a mai ez egy ilyen alkalom, hogy nem a diákokat céloztuk meg a mai nappal, hanem inkább az ácsmestereket, illetve a gyakorló ácsokat, akik a szakmában dolgoznak. Tehát felfoghatjuk ezt egyfajta továbbképzésnek? Így van, egy kicsit megkésett továbbképzés ugyan, de itt egy mestervizsga kapcsán felmerült az ötlet, hogy némely dologra nem kaptunk választ a tanfolyamon. Én felajánlottam itt többek noszogatására, hogy szervezünk egy ilyen rendhagyó partit, ami nem háromnapos, hanem csak egy. Nem hoztunk magunkkal se fűrés, se derékszöget, hanem itt a számológép, a vonalzó és az agysejtek azok, amik elsőképpen, vagy legfőképpen funkcionálnak. Akkor valóban rendhagyó. A múltkor ugye Nagyvázsonyban volt, ott egy nagy műhelyet láthattunk, arról beszéltél. Itt most mi az, ami elsősorban érdekes, illetve fontos? Itt most olyan módszereket ismerünk meg, ami még az ácsmestereknek is új, és nem képezi a mestervizsga anyagát sem, nem beszélve a szakmunkásvizsgáról. Számolással határozunk meg fontos méreteket, és olyan módszerekkel, amiket Németországban, Franciaországban használnak. Valamint ez egy következő lépés majd, amikor bejuthatunk egy műhelybe, és ugyanezt a tudást megvalósíthatjuk. Még egy fontos dolgot el kell mondjak, a nagyvázsonyi negyedik Shifter Partyhoz képest azért történt egy nagyon nagy előrelépés. Pirtman Miklós ugye ott a házigazdánk, és vele közösen pályáztunk a Shifter Party mint rendezvény egy pályázaton. A Német és a Magyar Kamara minden évben egy Nemzeti Szakképzési Díj című pályázatot hirdet meg, innováció, kooperáció és egyéb kategóriában. Hozzáteszem, hogy akkora nagyságrendű ez a rendezvény, hogy a Kereskedelmi Banknak a budapesti székházában történt a díjátadó, a kamara képviselői, illetve miniszterek is tiszteletüket tették, és itt a Shifter Party mint rendezvény az innováció kategóriában külön díjat kapott. Olyan nevekkel, mint például az Audi, vagy kamarai klaszterek pályázatával egy lapon indultunk, és legnagyobb örömünkre kaptunk egy külön díjat. Kicsit belehallgattam az előadásodban, és itt francia, német, magyar módszereket, számításokat hasonlítottatok össze. Mire jutottatok? Arra, hogy mindegyik jó, de a miénk is. Tehát ismerjük mi ezeket a módszereket. Gyakorlatilag a mai nap mottója az, hogy amit itt most megtanulunk, azt mi már tudtuk, csak nem használtuk, és nem így. Tehát az ő módszereiket, ha megismerjük, akkor rájövünk, hogy ez a mi matematika tanításunkban is benne volt, valahol a mi szakrajzunkban és ábrázoló geometriánkban is beszéltünk már erről, csak nem állt össze a kép. Mivel mi kicsit szelektívebben a jellemző magyar tudás átadásra nagyobb információ mennyiséggel kevésbé hatékonyan dolgozunk, a nyugat-európai módszerek azok a hatékonyságra törekszenek, leegyszerűsítik, a minimális információt adják át a diáknak, szakmunkásnak, mesternek, de azt nagyon jó módszerekkel és nagyon jó példákkal. Nagyvázsony után miért hoztátok Ajkára ezt a rendezvényt? Ez tűnt a legpraktikusabbnak. Tehát a mestervizsga résztvevők közül mindenki igazából Veszprém megyei Ajkához közeli volt. Ez volt a legpraktikusabb, és azt gondoltuk, kicsit ki kell mozdulni Nagyvázsonyból. Ahogy ki is mozdulunk már jövő héten, például a Shifter Partynak egy roadshow formációja Pécsre utazik. Ott a pécsi diákoknak tartunk majd egy bemutatót. Mellette párhuzamosan a kamarai rendezvény pályorientációs céllal folyik majd, illetve ott is lesz egy felnőtt képzés, amit különböző építőanyaggyártók tartanak. De gyakorlatilag kezd beérni az a munka, illetve annak a munkának lesz ez már a gyümölcse, amit itt 5 éve elkezdtünk kicsit félve bizonytalanul, most egy kicsit meglódult a szekér. Valószínű nem ez az utolsó parti az idejében, utolértük magunkat egyébként, tehát egy kicsit ez is volt a cél, hogy a partik számozása kövesse az évszámot. Most már az 5-ös szám után jöhet 1, 2-es, 3-as, 4-es. Jó úton haladunk, azt gondolom.